Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelkigyakorlatozó testvérem, nagy szeretettel köszöntelek a katolikus.ma adventi ráhangoló sorozatunkban, amelynek keretében szeretnénk fölkészülni adventben Jézus Krisztus születésének a megünneplésére. Arra hívlak, hogy minden nap az evangélium segítségével kezdjünk el újra az életünkön dolgozni, kezdjünk el újra haladni a hit útján, hogy megérkezve karácsony szent ünnepére örömben tudjunk ünnepelni, békében tudjunk úgy élni és úgy ráhangolódni az ünnepben, hogy valóban ott legyen Istennek a szeretete, jósága, irgalma. Egy karácsonyi történettel szeretném kezdeni ezt az adventi ráhangolót. Karácsony este történt, együtt volt a család, sikerült nagyon sok mindent beszerezni az ünnepre, meghitt légkörben vacsoráztak, és vacsora után a karácsonyi ajándékbontáskor a család legkisebb gyermeke megkérdezte: anya, kinek van ma a születésnapja? És az anya nagyon meglepődött a kérdésen, és visszakérdezett: kislányom, de hát nem tudod? Már annyiszor elmondtuk is, a papbácsi is mondta a hittanórán, hogy karácsonykor az Úr Jézus születésnapja van. A kislány annyit válaszolt: anyu, de ha neki van a születésnapja, akkor ő miért nem kapott ajándékot? A felnőttek egymásra néztek, az édesanyja csak annyit mondott: kislányom, elmegyünk ma az éjféli misére, és majd viszünk neki ajándékot. Kedves lelki gyakorlatozó testvérem, hiszem, hogy nagyon sokan várjuk az ünnepet, és az ünnepben a lényeget. Ahhoz, hogy a lényeg benne legyen, el kell indulnunk közös hittel, közös erővel, készülnünk kell az ünnepre, hogy amikor megérkezik a Szent Karácsony, amikor ránk köszönt a Szenteste, akkor a legfontosabb személy, az Úr Jézus is kapjon ajándékot, adjunk neki olyan ajándékot, amelynek az lesz a lényege, amelynek az lesz a következménye, hogy a legnagyobb ajándékot kapjuk cserébe, magát, a köztünk megszülető üdvözítőt. Kedves testvér, lehet, hogy eddig is nagyon sok mindent megtettél, lehet, hogy eddig is hívőnek tekintetted magadat, és az is voltál, és az is vagy, vagy elképzelhető, csak egy kereső lélek vagy, aki nem tudja, hogy honnan jön, és hová tart. Lehet, hogy már nagyon rég keresel valamit, lehet most az adventben valami régi hangulatot keresel, valami régi nosztalgikus karácsonyt, teljesen mindegy, hogy most hol tartasz, arra hívlak, advent első vasárnapján indulj el azon az úton, amely biztos, hogy elvezet az Istenhez, amelyben rátalálhatsz a megváltóra. Most advent első vasárnapján meggyújtom a koszorunkon az első gyertyát, és ezzel együtt nem csak a koszorún, hanem a szívedben is, a lelkedben is meg fog gyúlni Istennek a lángja, a szeretetnek a tüze, ezért imádkozom, és ez erre kérlek, hogy engedd, hogy a lelkedben is meggyújjon ez a tiszta fény. És ahogy mondottam, Isten szava a mi vezetőnk adventi utunkon. Szeretném felolvasni Máté evangéliumából az advent első vasárnapi evangéliumot. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik,
a másikat ott hagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy a házgazdája, ha tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem gondoljátok. Kedves testvér, a mai vasárnapi evangélium alapján arra hívlak, ez az első üzenet, tudatosítsd magadban azt a mélységet és azt a titkot, hogy Isten útban van feléd. Azt olvasd Jelenések könyvében, hamarosan eljövök, eljön az Isten. Mit kell tenned? Mai evangélium arra hív, hogy éber figyelemmel, szeretettel várjad az Istent. Talán eddig is vártad, de nem volt annyira éber a szíved, nem tudtál annyira figyelni az Istenre, hogy észrevedd őt. Az éberség azt jelenti, odafigyelek a jelen pillanatra, Isten pillanatnyi hívására. Nagyon sokféle módon, nagyon sok helyen az ember figyelmét akarják irányítani. Mindenki a saját figyelmünket akarja, a családunk, a reklámok, a filmek. Nagyon sok helyre kell az ember figyelme fókuszáljon. Jézus ma arra hív, hogy te figyelj az Istenre. Ha éber figyelemmel tekintesz rá, ha virrasztva, azaz várakozva, készenlétben készülsz karácsony ünnepére, Jézus is olyan ajándékot fog kapni, amelyben meg fogod tapasztalni, hogy ez az ajándék, amit neki adsz, amit neki készítettél karácsonyra, az az ajándék számodra lesz a legfontosabb, mert Isten viszonzásul cserébe önmagát adja neked. Kedves testvér, nemrég olvastuk egy hétköznapi evangéliumban Jézus sír Jeruzsálem fölött, és azt mondja hallgatóinak, bárcsak felismernéd azt, ami üdvösségedre szolgál, bárcsak felismernéd látogatásom idejét. Arra hívlak, ismerd fel az Istent, útban van feléd, figyelj az Istenre. A vele való találkozás, amiről a mai evangélista beszél, nem csak életünk végén való nagy találkozásra utal, hanem a mindennapjaink nagy és kis találkozásaira, arra, hogy minden nap kell fürkészned, keresned az Istent, figyelemmel kell legyél, olyan figyelemmel, amilyen figyelemmel egy kismama figyel a gyermeke minden rezdülésére, amilyen figyelemmel egy szerelmes figyel a szerelmére, amilyen figyelemmel tudsz figyelni néha egy-egy beteg családtagodra. Kedves testvér, eljön az Isten, útban van feléd. Lehet, hogy rengeteget rohansz, lehet, hogy rengeteg dolgod van, lehet, hogy nem éred utol magad, Isten is jön. Rendesedj le, a háztartási gépeknek is időre van szükségük ahhoz, hogy leálljanak. Mennyivel bonyolultabb az ember, mennyire inkább van szükségünk nekünk az elcsendesedésre, a belső figyelemre, arra, hogy Isten mit mond nekünk. A mai vasárnapnak, a mai napnak ez a kihívása. Vizsgáld meg életed olyan területét, ahol nagyon egyedül vagy, ahol nagyon fáradt vagy. Nézd meg azokat a körülményeket, ahol nem érted saját magadat, nem érted az Istent, és kérdezd meg, hogy mit mond neked az Isten ebben az élethelyzetben? Csendesedj el legalább egy negyed órára, vagy egy templom csendjében, vagy a belső csendedben, figyelj arra, hogy egy-egy helyzetben, egy konkrét helyzetben mit mond neked Isten. Örülök, hogy velem tartasz, örülök, hogy velünk tartasz. Kívánom, hogy az adventi út valóban hasznos legyen számodra, és úgy gondolod, hogy másnak is jót tenne, egy családtagodnak, barátodnak, szomszédodnak, bátran oszd meg, bátran hívd meg, vezesd őt is ezen az úton, amelyen te elindultál.
további áldott napot, jó elmélyülést, találkozunk holnap, csertessétek.